Pedofil papokról rántják le a leplet Genfben. A gyermekbántalmazási esetek kivizsgálását teljes felelősséggel vállalja az egyház, így szakértőiknek hamarosan az ENSZ gyermekjogi bizottsága előtt kell felelniük a kérdésekre. Az egyház nyitottságát az is jelzi, hogy a papi visszaélésekről szóló iratok ezreit hozzák nyilvánosságra Csikágóban január 21-én. Az egyházat az elmúlt években számos pedofilia botrány rázta meg több európai országban és amerikai államban is. Ezekkel az ügyekkel az egyház hitelessége érdekében foglalkozni kell, nem lehet elhallgatni, jelentette be Ferenc pápa tavaly, amikor egyháziakból és civilekből álló bizottságot alakított a gyermekáldozatok védelmére. A katolikus egyház fő január 16-án a Szent Márta házban bemutatott szentmiséjén éppen az egyházi botrányokról beszélt. Kifejtette, azért történnek ilyen dolgok az egyházban, mert nincs élő kapcsolat Istennel és az ő igéjével. Ezért van az, hogy korrumpált papok nem az életkenyerét, hanem romlott ételt adnak Isten szent népének.